Na sziasztok emberek, én Red vagyok, és ez itt az SDK Tutorial negyedik része, amiben meg fogunk ismerkedni az entity-kkel, és azon belül is a player spawn pontokkal, a propokkal és a lightokkal. Úgyhogy amit most fogunk csinálni, az a jól ismert baloldali toolbarból kiválasztjuk ezt a kis, hát nem tudom mire hasonlít, de ez itt az entity. Itt már van is egy len, de hogyha letesztek egyet, akkor azt veszitek észre, hogy ez alapból egy terrorista modelljét ábrázolja. Ez azért van, mert az alapbeállítás az entity-nek, azaz info alsóvonás player alsóvonás terrorist. Ezt úgy hoztam elő, hogy dupla kattoltam erre az entity-re, és ugye előhozott egy ilyen kis ablakot, és ezen belül tudunk különböző beállításokat megtenni. Mint például kiválaszthatjuk a klasszját ennek az entity-nek. Ez ugye alapjáratban akkor már így ki is pipáltuk a player spawn pontot, az első felét, ugye ez egy terrorista, és általában a legtöbb map az úgy néz ki, hogy van egy terrorista és egy CT, vagy ugye persze több. Jelen esetben annyit fogok ugye csinálni, hogy shift, klik és elhúzom ezt az emberkét, ugye ezt az entity-t. Van kettő terroristánk, és annyi az egész, hogy dupla kattolunk, és az info player terroristet, hát vagy átírjuk, vagy inkább én azt javaslom nektek, hogy keressétek ki, hogy ugye nem sokat kell föntebb görgetni, de itt van, hogy counter terrorist, és alkalmaz. Ezáltal meg is van nekünk a két emberünk, ezáltal most már tudunk spawnolni CT-ként is és terroristaként is. Úgyhogy ez így a player spawn pontot teljes mértékben kipipáltuk. Következő dolog, amit tudunk tenni egy entity-vel, az ugyanúgy dupla kattolunk, és a prop alsóvonás static, amit ki tudunk választani a legördülő klasszok közül. Ez nagyon sok mindenre jó, mármint olyan értelemben, hogy a prop static az a különböző modellek a mapon. Amit itt láthattok például, ez egy ilyen kis map, amit én létrehoztam, ezen dolgozgatok, és amit láttok itt, ilyen, hogy fa, ilyen kis széle az épületnek, vagy akár az ablakok, ez mindegyik prop. Meg is tudom nektek mutatni, hogyha például én ezt a propot itt kiveszem, akkor minden eltűnik, és egyből máshogy néz ki az egész map. Annyi az egész, hogy ugye van nekünk ez a prop statikunk, és van itt egy olyan, hogy world model. Itt, hogyha dupla kattolunk, kihoz egy ilyen ablakot nekünk, és itt akármit lehet keresni, a fától kezdve a épület széléig, és még sorolhatnám. Úgyhogy mondjuk keressünk ki egy nagyon könnyűt, mondjuk beírjuk, hogy tree, ugye angolul fa, és vannak itt mindenféle ilyen-olyan dolgok. Itt például ez egy ilyen, hát egy kisebb, nem is tudom, fenyőfa vagy tuja. Úgyhogy mondjuk legyen ez, és már van is egy fánk a pályán. Ennyire egyszerű fákat, akár ilyen objekteket, mint például létre, vagy ilyen-olyan dolgokat létrehozni. Úgyhogy ezek lennének igazából a prop statikok. Ezen kívül még van két fontosabb prop típusunk. Az egyik a dynamic, amit itt például láthattok. Ez a prop, ez mozog. És a dynamic-kel tudjuk elérni azt, hogy ez a játékba is megjelenjen, mint ugye egy mozgó tárgy. És ez, hogyha így megvan, mint dynamic, akkor ez mozogni fog in-game, és körülbelül erről csak ennyit. Az a lényeg, hogy olyan modelleket kell kiválasztani, amiknek van szekvenciájuk. Adott esetben, hogy ez, itt van egy szekvencia olyan néven, hogy Sway. És ezáltal ugye ez egy külön animációt kap, és így tud mozogni. Nagyon nincs sok ilyen modellből, úgyhogy óvatosan kell és oda kell figyelni, hogy tényleg olyat választunk, aminek ténylegesen van egy ilyen szekvenciája. A másik fajtája a propoknak, az egy olyan névre hallgat, hogy prop physics, és ezek azok a klasszikus
mint például hordók és ilyen-olyan dolgok, mint amik megjelentek Chasers-ba, mint például Dust 2-n a barrelek meg az ilyenek, amik ugye, hogyha meglőtted, akkor mozogtak, úgyhogy ezt ugyanúgy meg lehet Chigo-ba is csinálni, bár nem szeretik annyira az emberek az ilyeneket, de kipróbálok nektek keresni egy barrelt. Itt is van ez a Dust Rusty Barrel, ez pont egy olyan modell, ami használva volt, azt hiszem Dynamic, vagy nem Dynamic-ként, hanem Physics-ként. És emeletileg, hogyha ezt meglövitek in-game, akkor ez szépen el fog dőlni. Az utolsó dolog, ami még nagyon fontos lehet a pályáknak a készítése során, hogy ugye, hogyha van egy alappályánk, akkor annak az alappályának meg kell, hogy legyen világítva, és abban fog nekünk segíteni, mondjuk ez a fa, amit az előbb létrehoztunk már. Ezt igazából ugyanaz, mint a sima entity, tehát mit, hogyha most én leraknám, ugyanúgy dupla kattolunk rajta, és átírjuk Light Environmentre. Ez a legegyszerűbb dolog, amit igazából nem a legegyszerűbb, de a legpraktikusabb, amit letehetünk kezdésnek, mint fényforrás a mappunkra. Úgyhogy igazából csak annyit kell csinálni, hogy ezt egy magasabb pontra kell húzni, mondjuk így, hát ez tökéletes lesz. És amit én szoktam csinálni, az az, hogy pontosan így aláállunk, és itt valamelyik másik nézetet fogva kiválasztjuk, hogy Properties, vagyis tulajdonságok, és a Pitch Jaw Roll-t kijelölve a pointerre rákattintunk, és pont a közepére kattintunk a kamera ablaknak. Úgyhogy ez általában az egy mínusz 80-90 fokos értéket kell, hogy adjon, ha nem, akkor ezt át lehet borzasztó egyszerűen, könnyedén írni, mondjuk mínusz 90-re, csak arra is kell figyelni, hogy a pitch az is mínusz 90 legyen. Ez annyit jelent, hogy ez a light environment a napot irányítja, ugye mint itt láthatjuk, ez ugye ez nap ikonja van, és a mínusz 90-es szög az ugye azt jelenti, hogy föntről teljes mértékben 90 fokos szöget zár be a talajjal a nap, tehát nagyon szép déli idő tájba játszódik majd a mappunk. Úgyhogy igazából ezek lennének az entitik. További beállításokat tehetünk. Vannak itt minden egyes, nagyon sok logic, ilyen-olyan programozható dolgok, info, game, function, filter, environment, nagyon sok mindent megtehetünk, de kezdésnek szerintem legyen ennyi elég. Úgyhogy ez lett volna az SDK tutorial 4. része, és következő alkalommal találkozunk. Sziasztok!